Borzsomán jártunk a 73-as választási kerületben, ahol Kovács Miklós indul el Brenzovics Lászlóval szemben. Kovács Miklós egy jó kézműves ember, viszont a politikához eddig nem volt semmilyen köze. Megkeresésünkre azt a választ adta, hogy eddig nem volt semmilyen kapcsolata a politikával, viszont a baráti körének az unszolására a neve kapcsán került szóba az, hogy induljon a választásokon, és közösen gyűjtötték össze a 42 ezer grivnyás belépőt. Lényegében az emberek, nagy emberek, több ember a külföldön, akik dolgoznak, azok, hogy mondjam, hogy ők kijavasolták, hogy induljak már a nevem miatt. Na most úgy mondom, a nevem miatt, a nevemet ismerik, hogy lehet, hogy van valami esélyem, hogy lehet valamit tudnák tenni emiatt ebbe az ügybe. Borzsava lakosait megkérdeztük arról, hogy mi a véleményük arról, hogy Kovács Miklós indul. Nagyon sokan nem is tudták azt, hogy indul egyáltalán Kovács Miklós, nagyon sokan keverték ezt a nevet, és nagyon sokan meglepődtek azon, hogy ő elindult Brenzovics Lászlóval szemben. Miért tévedésbe? Én most akkor tudtam, hogy Kovács Miklós elindult, csak nem azt, a Kovács Miklósra gondoltunk, és a képet meg nem néztük meg. Mit szól ahhoz, hogy Brenzovics Lászlóval szemben indul a parlament? Én nem politizálok, úgyhogy nem tudom. Tartja visszásnak ezt mégis ezt a helyzet? Nem politizálok, úgyhogy nem szólok bele. KMK-sztag vagyok még egyelőre, tudtam ma. A KMK-sz alapszabályzata kimondja, hogy azok a személyek lehetnek tagok, kik egyetértenek a szervezettel, és követik a szövetség politikai irányvonulát is. Mivel Kovács Miklós megszegte ezt a pontot, ezért a KMK-sznél fontolóra veszik a szervezetből való kizárását is.